Egyébként ő miért hagyta az Omega hajóját? Mármint ugye hivatalosan nyilván soha nem voltak, de... De, tag volt. Vagy hivatalos tag volt? Csak hát a tagság, az nem úgy kell érteni, hogy volt tagsági könyv, meg minden. Az egy mindenkiért, mindenki mindenkiért, tehát az egy csapat volt. Tehát a Konzsuzsi ugyanolyan tag volt, járt a próbákra, meg volt, hogy melyik nótát kell megtanulnia. Amikor ott a sportcsarnokban, a kisportcsarnokban játszottunk, akkor már egy, vele is körülbelül egy 10-es repertoárunk volt. Tehát 10 számot csináltunk, amiből 3-at ott el is játszottunk, a többi az azért saját, mármint hogy fiús szám volt. És a Zsuzsa az nagyon, ő nem nagyon volt, tehát szerencsének köszönhető, hogy felfedeztük, mert ő a Gézengúz vagy milyen együttessel egy-két évvel korábban ki mit tudom énekelt, és utána, hát onnan tudom az ő pályafutását, mert a húgommal együtt a jogi egyetemre jelentkezett, és föl is vették, tehát a Zsuzsa úgy tekintette, hogy ő nála ebbe be is fejeződött a dolog. És a Lánk Péter, akiről beszéltél, a szakszisunk mondta, hogy hát ő viszont ismeri, hát a húgomon keresztül én is ismerem, de hát egy nagyon komoly kislány, és komolyan gondolja ezt a... Ő abba hagyta azt az éneklést, ő minden, és csak az egyetem. És a húgom is mondta, hogy hát ő nem szívesen szólna, mert nem fog. Nem is szól, de a Lánk Peti valahol a műjégpályán, mert tudta, hogy a Zsuzsa szeret korcsolyázni, és kiment, és ott addig csetlet botlott, míg az óra előtt elesett, és akkor már megragadta az alkalmat. És úgy elmondta, hogy ugye te vagy, igen, és nincs kedved, hát nem, hogy most már egyetemista is abban. Aztán valahogy azért benne is motoszkált, és akkor mondta Lánk Peti, hogy mert ismerte úgy az zenekart, a Zsuzsa, tehát hallott róla. Jó, és akkor megbeszélt egy randit, hogy én találkozok a Zsuzsával a Mecsek Espresso-val a Szénatérem. Na, hát mondom, lemegyek. Vagy jön, vagy nem jön. Remélem megismerem, mert én csak a tévéből emlékeztem rá. És akkor valóban nem volt nehéz megismerni egy eddig érő hajú csajült. Egy nagyon helyes sráccal ültek ott ketten hátul, és már messziről integetett, hogy leültünk, és akkor mondtam a Zsuzsának. Nagyjából tudod, miről van szó. Azt mondja, igen, és beszélgettünk róla, nem tudom, hogy hívták a srácot, és megpróbáljuk. És gyakorlatilag onnantól kezdve járt próbára, megbeszéltük, melyik számukat tanulja meg a következő hétre, meg minden. És ez gyönyörűen ment szeptembertől egész a nyári szünetig. Tehát májusban volt ez a fesztivál ott is. És akkor nálunk gyakorlatilag úgy volt, hát különösen a mi csapatunk, hogy én életemben nem voltam évzárón. Ugyanis akkor mi már rég a Balatonon voltunk. Mindig a szüleink bementek ért, tehát a diplomám is úgy lett átvéve, hogy én már rég, mit tudom, jól voltam, amikor édesanyám bement érte, és nagy örömmel konstatálta, hogy tényleg járt egyetemre. ott vált számára biztos, hogy tényleg járt. Na most a Zsuzsával az volt, hogy ő is járt párhuzamosan a jogira, ő akkor volt elsős. Hát gyakorlatilag látszott rajta, hogy van ehhez kedve, de azért tényleg komolyan gondolja. Na aztán a húgom mondta, hogy hát a Zsuzsa úgy néz ki, hogy nem fogja folytatni, mert nem jött el már az évvégi vizsgákra. Fél évet még megcsinálta, de az évvégén már nem. Hát mondom, persze, mert hát ő is velünk érzi a helyzet. És akkor a nyár közepéig nem is találkoztunk, mert hát a klubok zárva voltak, minket megállt a Balaton teljesen. És amikor jöttünk visszafelé on augusztusban, valamelyikünk hallott arról, hogy dehogy is, hát én a építészkarnak a kolesza az a Bersényi utcában volt, ahol az Illésék játszottak. És valaki az évfolyam társadalunk közül mondta azt, hogy te itt próbálnak egy csajjal. Hogy néz ki? És akkor leírta a Konzsuzsát. Hát mondom, az nem lehet, hát a Konzsuzsa az a miénk. És akkor hazamentünk, a Varsányéknál volt a fő haziszállás, mert ott csináltuk a hangszereket, meg mindent, az erősítőket. És a Kovacsics Andris mondta, hogy ő most fölhívja a Zsuzsát. Föl is hívta,
mi a Garsányival úgy hallgattuk, hogy na mi lehet, és az öcsi úgy mondta, te Zsuzsa, most ez hogy van? És akkor beszél minden, próbáltuk megérteni, miről lehet szó, de ezek szerint tényleg igaz, mert... És akkor ideig a Kovacsics mindig úgy mondta, hogy majd elmondja, hogy mi van, és akkor hosszas dumába belekezdett a Kovacsics Andris, és a másik oldalon úgy nem. És mondja nekünk a Kovacsics, sír. Na, ott a Garsányival nekünk azonnal gyanús lett, öcsi, szerintük letette. Na most, nekünk volt igazunk. De utána én lementem a Bercsényibe, mert nagyon jobban voltunk amúgy az illésékkel. És a Zsuzsa tényleg ott volt, és mondom, Zsuzsika, ez most komoly? Azt mondja, ja, persze, figyelj ide. Tudom, hogy... itt azért már végzősek is vannak, meg nem mindenki egyetemista, hát ti a cipőtök mellett járnak. Ezek se tudnak nekem fizetni, de tudtak kölcsön adni egy magnót, és a taximat fizetik. Hát mi ekkora beruházásra? Hát nálunk az volt, hogy általában, ha játszottunk, és valahol el kellett menni, a fejenkénti gázsink az 50 forint volt. Amiből valamit levontak, nem azt hiszem 60 forint volt, de 47-et kaptunk kézbe. Na most a taxi volt körülbelül 55, tehát nagyon nem volt a költségvetésbe arra, hogy még egy plusz. Na mindegy, ezt elfogadtuk, és végül is a Zsuzsa jól választott, és tulajdonképpen ő oda nagyon jól be is illeszkedett, hát ő hozta be később oda a Brodyt tulajdonképpen. Mert az az eredeti illészenekar ugyanúgy egyetemistákból állt, mint a miénk. De aztán mégis nem maradtatok nő nélkül, ha már ezt a női vonalat visszük, hiszen Vitek Mari is énekelt nálatok, illetve aztán, ha még egy nagyobb ugrást teszünk, akkor ugye Zoltán és Aroltát is kísértétek a Táncdal Fesztiválon. Mindegyik két különböző történet, de szerintem mind a kettőt érdemes megismerni. A Vitek Mari hogy került a képbe? Tulajdonképpen mi azért voltunk egyre jobbak, és nagyon sok rajongunk azért volt, mert mi sokkal változatosabb műsort csináltunk, mint a Metró vagy az Illés. Tehát őnekik megvolt egy sablonos, a Zorán nagyon jól tudta azokat, szóval mindegy. Az ő adottságai jók voltak a Roy Orbisonra, tehát az ilyen dallamosabb dolgokra. Az Illésék meg inkább instrumentális dolgokat játszottak, a Zsuzsa nekik nagyon fontos volt, mert ő volt az énekhang. Nálunk meg azért ott volt a Benkő Laci, akit azért az fogott meg bennünket, hogy nem elég, hogy zongorázik, még énekelni is tud. Akkor utána egyre inkább kellett az, hogy bejöttek ezek a Beatles meg, vokális nóták, azt akkor a Lacival ketten csináltuk. De mi a Top 20, tehát a british, az angol heti listát játszottuk, és ezért az egyetemisták meg a gimnazisták minket nagyon progresszívnek tartottak, hogy amit ha hétvégén hallottak a Top 20-be, az angol vagy a luxemburgi rádióban, az nálunk már a szerdai bulin ment. Na most ehhez viszont egyre változatosabb énekhangokra lett szükség, és nyilvánvaló megint elő kellett varázsolni a női énekhangot, és ezt egy nap alatt intéztük el, mert megbeszéltük, hogy az ilyen torokhangú éneklése, mint a Tom Jones meg ilyenek, kell egy ilyen torokhangú jó énekes, és kell egy csaj. És akkor Laux egyik évfolyamtársa mondta, hogy neki van egy nagyon tehetséges öccse, aki ráadásul szakszofonozik, és hallja, hogy a mi szakszofonosunk, a Láng Peti elmegy, hogy azt is egy csapásra, és szerinte énekelni is fog tudni. Mindenen játszik, ilyen zenebohóc. És akkor egy meghallgatást tartottunk, 64, mit tudom, szeptemberében, előbb, talán tavaszán, és oda elhívtuk a két kiszemelt, amit valaki, az egyik a Vitek Mari volt, a csaj, és a, mint később kiderült, a Somló Tomi, a szakszofonos énekes. Hát mind a kettő csodálatos választás volt, mert onnantól kezdve már egy kicsit úgy lenéztük az Illést meg a Metrót, hogy ezek ehhez képest hol van nekik egy Somlójuk, meg egy Vitek Mariuk. Igen, de végülis igazság szerint a Vitek Marinek viszont nem is sikerült ebben a beat háromságban, ami a Kozsi Zsokovács Kati Zalatnai trió bejutni. Ez
Miért volt? Sokkal jobb volt náluk. Igen, mások is ezt mondják. Sokkal jobb volt náluk, de viszont csak egybe volt jobb. Imitálni angolul. Nem, egy kukkot nem tudott angolul, de úgy levette füllel az egészet, hogy amikor ilyen később, a 68 körül, mikor már angol menedzserek jártak le hozzánk, azt mondta, hogy tökéletes angolsággal énekel a lány. Hát mondtuk, igen, de ne bonyolódjon mélyebb beszélgetése, ha nem tud magyarul. Mert füllel mindent tud. És a Marinak ez volt a pehje, hogy amikor a magyar számokat elkezdtük csinálni, kiderült, hogy ő nem fog tudni magyarul jól előadni. Tehát ő annyira erre volt beállva, erre az angol, tehát erre a nemzetközi, ő egy nagyon jó utánjátszó volt. De ő, tehát a Kondzsuzsi megteremtett magának egy egész műfajt. Tehát ezt a félig sanzon, félig ezért. A Kovács Katit nem nagyon kellett kitalálni, mert ő egy született zseni volt. A Cini meg mindig tudta, hogy körülbelül mit kell csinálni. Akkor is nagyon jól tudta, amikor minket választott arra, hogy a Táncda a fesztiválon. Hát, választott akkor rejteket, és nem a Bánki Laci bácsi találtást ki. A Cini mondta, hogy ha egyet kér, hogy az Omega kísérje. Mi meg úgy nem is értettük, hogy mi közünk van egymáshoz, és egyáltalán a Táncdal Fesztiválhoz, mert a 66-oson mi nem is vettünk részt. Hát mi azért zenélünk, ha már zenének lehetett nevezni, hogy ne ilyen zene, tehát ne tánczenét játszunk. És akkor kiderült, hogy viszont az Illés meg a Metro, akik részt vettek, egy utca, még az Atlantis is, tehát a Neményi Béláj, hát akkora előnyre tettek szert abba, hogy másnap már országosan ismerte mindenki őket, háromszor a tévében, mert elődöntő, középdöntő, döntő. Úgyhogy amikor jött ez az ajánlat a Cinivel, hogy nekünk akkor jó, akkor annyi volt az egész, hogy azért valahogy majd nézzünk ki, hogy mi nem ide tartozunk. És akkor választottuk ki ezeket a romantikus zsabókat, fekete smokingokat, minden. Na, ettől lettünk. Tehát mindenki azt nem tudták, hogy jó meg, de a zsabósok. És igaz ez a sztori, ha már itt a kinézeteteknél tartunk, hogy Bánki Laci bácsát, ő volt ugye a rendezője a Táncdal Fesztiválnak, csak hogy mindenki értse. El akarta küldeni ezeket a beat-es gyerekeket fodrászhoz, és ti annyira előzékenyek voltatok, hogy mondtátok az orániknak, hogy tessék csak nyugodtan menni, mi majd utánatok megyünk, és mire jött a felvétel időpontja, addig ti már nem is tudtatok elmenni fodrászhoz. Hát ez nem egészen így történt, és a Loxhoz is szólt. Mert Bánki Laci mesélte csak azért. Igen, de nem így volt. A Lacinál mindig az volt, hogy mit mondod, ja, jó, értem. Ez mindig az, de nem így volt. Ez úgy volt, hogy a Bánki Laci tényleg azt mondta, hogy ő, mint főrendező, aki itt fülére ráír a haja, az este nincs adásban. És mi úgy magunkba gondoltuk, mert akkor ez már azért úgy lehetett érezni, hogy az Illésék is jobb azban vannak, tehát hogy azért nem ilyen egyszerű ezt. És úgy megbeszéltük, hogy gyerekek, mit tudnak csinálni? Elágjuk le. Egyértelműen, és akkor nem fognak tudni, megnézném azt, hogy nem kerülünk este adásba. És mi tényleg ott maradtunk, a többiek meg azt mondták, ők most hazamennek még ebédelni, minden. És akkor a Laux jött át, be, mert mi ott ültünk benne, a Erkel Színházban volt, azt hiszem, az öltözőben, és azt mondja, te, nem akarom elvenni a kedvedet, mert menj át a szomszéd öltözőbe. Miért mondom, mi van ott? Hát az Illésék vannak ott. Aha. És kiderült, hogy ők elmentek. Fú, mondom, akkor most mi mit csinálunk? Mert így most már kétes a dolog. A Metrónak ők mindig jó fésültek voltak, sokat nem kellett egy kis Dusánnak, meg a, hát a Brunner Győző eleve rövid hajú volt, ott nem volt sok beavatkozás. De a Levente még ekkora hajjal ment el, de már ilyen szépen visszavágott, ennyivel jött vissza. Hát a Szabolcson nem tudom, a Brodynak se volt akkor még olyan túlzottan hosszú haja. A Pásztori Zoli meg szerintem egyáltalán nem volt hosszú haja, meg az Illés Lajos se annyira. Tehát ott a Leventén lehetett észrevenni, hogy ő tényleg elment. Semmi gond. Ha nem beszéltük volna meg, hogy ne, akkor még meg is értjük.
Hát mi meg annyit csináltunk, hogy így jól összefogtuk ugye hátul a hajunkat, és nem mentünk ki, majd ha szólnak nekünk. És aki benézett, hát ugye azt látta, hogy valahol nincsenek meg a hosszú ajak. Úgy tűnik. De nem kontrollálták. A Bánki Laci is csak olyan. És akkor, mikor jött, tudod, ilyen kocsival toltak minket be a színpadra, odáig ott mindegyikünk kivette, ezért jól megrázták a hajunkat, és mit tudnak csinálni a tévé élő egyenesbe. Hát azért jó, az akkori viszonyoknak megfelelően a Molnár Gyurinak is, nekem is, azért elégrend, Benkő Lacinak is. Azért jó hosszú hajjal ott megjelent. Azt nem tudom, hogy tudod-e, az országos rendezőiroda adott le 67-ben egy jelentést a minisztériumnak, a művelődési minisztériumnak, és ott írták, hogy az Omegával kapcsolatban 7,5 kiló levél érkezett a Magyar Televízióhoz, amiben mindenki a hosszú hajatokat vonta kérdőre tulajdonképpen. Hát volt egy-kettő, aki kérdője, de hadd mondjam, a sokat volt, aki... Szóval a zsabó meg a hosszú haj az egy olyan romantikusságot, egy olyan... Tehát nem egy, amire ezek kihegyezték, akik ellenezték, hogy ez az ápolatlanság, a kulturálatlanság, minden. Hát az Omegában mindig azért nehéz volt így belekötni, mert 7 diplomás volt. Tehát amikor szoktam mesélni, hogy volt a Komlós Jánosnak az a mikroszkóp színpados, tudod, ő... De az nem volt titok, mindenki, aki ebben a műfajban dolgozott, tehát művészetből, és főleg vezető vagy komoly állás, az valahonnan az AVO-ból, AVH-ból eltörnyőzött oda. Amivel nem volt semmi baj, van, aki jól megállta a helyét, van, aki nem. Hát a Komlós kitalálta, hogy ő lesz majd az ilyen szelep. Tehát ő majd elmond olyan vicceket, amit más nem mondhatna el, tőle ez rendben van. És akkor minket is meghívott, mert ez a zsabos kiszerelés, ez már oda is eljutott, és nem az volt benne, hogy amire kihegyezték, tehát mi nem a nyugati mintát másoltuk, mert ez tényleg teljesen más volt. És meghívott oda minket, nyilvánvaló, e volt neki határozva, hogy miről akar velünk beszélni, csak itt jött először az elő, ami később, és főleg az ilyen intellektuális médiától mindig jött, ami, ha valami nagyon népszerű, azt neki utálni kell és cikizni. Na, azon meg az ilyen volt. Tehát ha valami ennyire népszerű, azt egy igazi intellektuál ezért nem fogadja. Na most a Komlós is így állt hozzánk, mert hát ő úgy azt játszott el, hogy az intellektuális szelep viccelődik, és amikor bejött, behívott minket, mi voltunk az utolsók, avval hívott föl minket a színpadra, hogy most behívnék néhány úriembert, akikről, mikor bejönnek a színpadra, azt hiszem valamennyien meg fogják tudni állapítani, hogy nem a Tudományos Akadémiáról jöttek. Na most ez tudod, amikor megy fel az ember, és arra gondol, hogy itt egy volt ávos avval viccelődik, 5 olyan emberrel, akinek diploma van a kezében, több nyelvet beszél, de a csapatban akkor is megvolt az az intelligencia, hogy erre nem reagáltunk. Hát mondja azt, amit. Különben is a fia, az nagyon jó haverunk volt, tehát a fatert most nem akartuk. De úgy nagy nyomot hagyott abba, hogy... Na most az Omegával kapcsolatban ez mindig is megvolt, hogy hivatalosan, megmondom őszintén, én szerintem minket soha nem figyeltek. Én nem hiszem, hogy rólunk valami különleges is. Ezt alá tudom támasztani, így van, én végignyáraztam az Állambiztonsági Szolgálatok tölteti előterre. Azt hiszem, egy helyen említenek meg benneteket. Akkor leírják azt, igen, arra emlékszem, hogy leírnak rólatok mindent, hogy milyenek a szüleitek. Tehát a szüleitekről volt szó. Egy-egy. Hát nálunk minden a legnagyobb a származással volt. Az egyéb. Az úgy nem lehetett, hogy az egyéb. De semmi hátrányunk nem volt. Se édesapámnak, aki azért a közgazdasági tudása miatt nem lehetett jó miniszter, meg miniszterhelyettes, meg ilyesmi, mert nem volt pártag. De nem volt probléma. Tehát se otthon, se... Én nem éreztem soha azt, hogy minket valaki is el akart tiltani.
Tehát soha nem éreztünk. Tehát azért a gusba kötéssel én azért vitatkoznék, hogy hát azért gusba nem voltunk kötve, azt csináltunk, amit akartunk. Sőt, ha megvolt bennünk az ambíció, mi voltunk az elsők, akik, és utána majdnem azt mondom, az egyetlenek, akik, van némi sportosság, hogy szép dolog a magyar bajnokság, de hát Európa bajnokság, olimpia, meg minden. Tehát mi már 67-ben arra gondoltunk, hogy ha ezt már csináljuk diploma után, akkor ezt olyan szinten kéne csinálni, ami kifelé is esetleg egy lépés. És én úgy érzem, hogy betartatták velünk a szabályokat, tehát nem tudtunk kapni hivatalos állami ilyen barna útlevelet, tehát csak normál, mit tudom én, ilyen turista útlevelet, de hát az természetes, hogy mert munkavállalási engedélyünk, meg minden volt nyugaton, megkaptuk, tehát nem évente, tehát nem volt deviza probléma, amire hivatkoztak, hogy azért lehet, mert az állam csak évente, két évente tud egyszer finanszírozni valakinek. Tehát nekünk az volt a fontos, hogy azok a szerződéseket, amiket kint teljesítünk, azok nyereséges legyenek a Interkoncertnek, meg a hanglemezgyárnak, meg mindenkinek, és akkor végül is mehetünk. Én úgy érzem, hogy soha nem volt olyan, hogy azt éreztették mindig, hogy az utolsó előtti nap kaptuk meg az útlevelet. Tehát, hogy azért nagyon ne ugráljunk. Majd mire indultok, ott lesz. Repülőtéren vagy valahol, de ott lesz. De mindig ott is volt. Ja, mondjuk ennek a sorozatnak tényleg az a cím, hogy gusba kötve táncol, és én még mindig azt állítom, hogy egyébként a zenészek 99%-át gusba kötötték. Valószínűleg ti voltatok az az 1%, akik... Ezt én határozottan azt mondom, hogy nem igaz. Senkit nem kötöttek gusba. Akibe valami mozgott, azt a hanglemezgyárnak volt egy nagyon kritizált vezetése, egy nagyon bölcs Bors Jenő, aki tudta azt, hogy hát, hogy hívták az... Kinek a leszármazottja is? Landler Jenő. Hát a nagy baja nem lehet, de hát azért ő ezt nem akart visszaélni. Ő egy művészeti ágba került, ráadásul nem ejtőernyős volt, hanem valahonnan. Ő ezt a céget megpróbálja jól vezetni. És nagyon hamar rájött arra, hogy a rockzene, akkor még beat zenének, vagy mit tudom én, minek hívták, az egy jó üzlet. És az Acél Györggyel, aki egyáltalán nem volt egy buta ember, ha jól emlékszem, valami pécsi színész palánta volt Apfel Györgyként. A Henrik, igen. És végül is egy okos ember volt, és szerintem a Bors ugye elhitette vele azt, hogy ez egy nem veszélyes, higgyel, leköti a fiatalokat, nincs ebben nagy. És az Acél nyilván azt mondta, figyelj ide, csináld, amíg. De ha a legkisebb gond van, hát úgy elsöpörünk, mint annak a rendje. Tehát a Bors vállalt valamit. Maga mellé vett egy Erdőst, aki már nem volt ennyire tiszta, hogy mondjam, hogy került oda, de egy menedzser természetű ember volt, aki a Borsnak azt a ráruházott tisztségét, hogy ő legyen a könnyű zene menedzsere, ezt ő bevállalta, és 56-os meg egyéb múltjára való tekintete, hogy annál nagyobb bajba már úgyse kerülhet, sok mindenbe belement. Na most ennek mondhatom azt, hogy tulajdonképpen akiben ők megneszelték, és ugyanilyen volt az Ori is, tehát amiben benne volt a nyereség lehetősége, és arra nagyon hamar rájöttek, hogy ez igazi komoly veszélyt nem jelent. Tehát nem volt Magyarországon rendszerváltó hangulat, vagy forradalmi hangulat. A diákokat nem érdekelte. Tehát a diákok kicsit érezték azt, hogy nem annyira szabadok, mint mondjuk esetleg nyugaton, de Magyarországon ez egy iskolás számára nem volt olyan, hogy na most én börtönben vagyok. Nem tudok menni Ausztráliába, de úgyse lenne pénzem. Hát nem mindegy, hogy akkor miért nem megyek. Érdekes, amit mondasz egyébként, mert ez már nem azon meg elosztalatodik, de azért mégis történelmi adalék. És azt támasztja alá, amit itt most az előbb mondtál, hogy 1957. január 25-én idősebb földes László, ugye Hugó édesapja, az akkori ideiglenes intéző bizottság, tehát a későbbi PBL politikai bizottság ülésén meghívott előadóként, előadta azt, hogy hogyan lehetne megnyerni az ifjúságot a rendszer. Ugye 56 után vagyunk, egy hónappal, még nem akasztották fel az első embert se az 56-os oldal megtolásaként. És előadta azt, hogy
Itt nincs semmi más kiút, mint az, hogy úgy nyerjük meg a szocialista államnak a fiatalokat, hogy szórakoztatáspolitikát fogunk rajtuk gyakorolni, szórakoztatjuk őket. Tehát valójában az Omega, az Illés, meg a Metro, meg még számtalan más zenekar a kisebbik klubokban, valahol ezt a küldetést töltötte be. Aztán, hogy ez most hogyan vezették rajtatok végig, mert persze a közönségen is, az már megint egy másik kérdés. Nem, hát Isten igazából ilyen külsőségi dolgok voltak, tehát az ifjúsági parkban az első években nem lehetett farmerrel bemenni, csak vasalt, mit tudom én, milyen nadrágban, meg ingben, meg nem tudom én mi. De rájöttek pillanatok alatt, hogy ez is egy hülyeség. Tehát ez az első pár évben úgy működött, de később rájöttek arra, a francot, inkább farmert kell gyártani, aztán abból is pénzt csinálni, ez nem veszélyes. És ezt nyugodtan mondhatom, hogy nem is volt bennünk ilyen hangulat. Tehát mi nem akartunk forradalmárok lenni. Mi jól akartuk magunkat, mint fiatalok érezni magunkat, és akit ezek után is nagyon becsülök, az pont a Hobó. Neki hiába volt a Földes László a faterja, ő egy gyökeresen más nagyon megás volt egyébként, már csak ezért is szimpatikus, de végigvitt egy olyan pályát, és olyan tényleg azon a szinten, és főleg szövegileg meg minden, ami abszolút nem tár. Egyébként nálunk is ez volt a Mihály Tomi faterja és a Mihály András. Hát nem volt jó köztük a kapcsolat, de csak annyi éreztünk, hogy hát egy egészen más világ az, de a Misi is úgy volt vele, hogy az a világ azért. Sőt, ha jól tudom, az ő apukája, a Hobó apukájával még talán valamiféle komolyabb barátság. Hát sőt, a Orbán László, aki a harmadik, az a Misinek a nagybátyja volt. Tehát voltak ilyen kapcsolódások, de ebbe se pró, se kontra semmiféle, nem volt semmi hatása. Tehát mi, senki nem volt, tehát azt csinálhattuk nyugodtan, amit mindig jönnek ezzel a másik hülyeséggel, hogy tudod, a Sanzok bizottság, tehát a cenzúra. Egyetlen egy olyan nótánk nem volt, amit a cenzúra, ez a Sanzok bizottság visszavett. Volt olyan, amiben megkérték, hogy ezt egy kicsit finomítsuk és minden. Na de gondold bele, annak a főnöke a Romhányi József volt, aki egy nagyon jó fej volt. Hát az legfeljebb annyi volt, mikor vége volt a gyűlésnek, jött ki, mondta, a gyerekek, rendben van, minden nyugtátok meg, kicsit azért fogjatok vissza. Tehát értjük azt, hogy szokd meg a viszonyokat, a balság mindig jobban halad, de jó, ez még nem veszélyes, de ennél ne menjetek messzebbre. De mondtuk, hogy ez tök véletlen, a Süli Petinek mindig van ilyen hülye ötlete, ami aztán úgy átültethető. Hát ha cenzúra volt, azt pont az Erdős Péter tette meg, mert egy teljesen ártalmatlan Szexapó című nótánkat leradírozott a Élő meg a nagy lemezről. És nem is értettük, hát ebben semmi nincs. Volt egy idősebb, nálunk idősebb fotós, a Kopasz, mi úgy hívtuk, de később úgy, hogy Szexapó, mert állandóan csajozott. Tehát mutatta, hogy ő a fotós, és hogy ő. És őről írtunk egy nótát. Na most az Erdős Péter meg azt hitte, hogy róla. Volt több bizalma. Na most minden esetre ez a nóta nem mehet. Na de ezt ugyanúgy megcsinálta, és azt is csak az Erdős állította le egy lemezről, de ott tájékozatlan volt. Mert amikor a Tűzvihar számolt a hatos lemezre, és akartuk egy új hangszereléssel tenni, nézem, megjelent a lemez, és az egyik oldal 13 perc, vagy jóval rövidebb. Hát mondom, mi történt, Péter? Te csak nem képzeled, hogy ezt a Tűzvihartárt engedtem. Hát nem mondom, az egy Sanzok bizottsággal, és az a 10 000 lépés nagy lemezünkön 250 000-ben már eladtátok, és a szövegen nem változtattunk. Na most kiderült, hogy a Erdősnek ez valahogy ugye elkerülte, ő akkor olvasta először a izét, és Tűzvihar, hát miről szól egy tűzviharról? A tombol, a vihar, ezért mindenhol, és az utolsó pár sor az tényleg olyan, hogy elvonult a vihar dühemár, éget, rom, riadt nap, vörös csönd, itt maradt, ez maradt. Na most, hát ha ez valakinek akkor esik le, amikor már 250 000-be eladták, és nem lett belőle sem, és egyébként az Adam is ezt nem így írta, hát mi marad egy tűzvihar után? Na mindegy, aztán utólag az újrakiadásra rákerülhetett,
de nekem újra kellett érezkelni ezt az utolsó sort, mert a vörös csöndet tüzes csöndre ki kellett javítani. De ez volt a legkomolyabb, mit tudom én. Na most a tiniék jobban belementek, meg a hobó is egy kicsit jobban belement ebbe a enyhén közéletiskedő politizálásban, mi meg ettől mindig távol tartottuk magunkat. Tehát ha volt is ilyen hangulatszerű, mi soha nem akartunk se sugallani semmit. Láttuk, hogy kint persze, hogy más az élet, de azért azt nem akartuk sugallni, hogy azért ott minden kolbászból van a kerítés. Tehát ott rögtön rájöttünk arra, hogy ott is mennyi probléma van. Nagyon hamar például Németországban szembe kerültünk a, hogy hívták ezt, a Rote Army, Vörös Hadsereg Brigád. Igen. Na, azok meg azért bíráltak minket, hogy böcsületes kommunista létünkre, hogy merünk Volkswagen autóval, egy nyugati autóval járni, és itt magyarul énekelni, meg minden. Tehát ott is van hülye. Tehát, és ráadásul az akkor egy nagyon veszélyes időszak volt, mert azok terroristák voltak már akkor is. Mao könyvekkel, meg ilyen marhaságokkal, párt, vörös könyvekkel jártak, és úgy, hát magunkban mondtuk, hogy most nem mindegy, hogy melyik oldalról hülye az ember. És jó volt, persze éreztük, de ott is vigyázz. Más egy Hollandia, egy Svájc, egy Nyugat-Németország, de azért ott is volt Törökország, és ott is jártunk. Volt azért Spanyolország, ami az akkor még Franco, vagy Salazar, hogy hívták, a portugál. Tehát azért azok nem voltak olyan nagy különbségek, hogy most ez jobb-e, vagy az jobb. Azt éreztük, hogy ami biztos, hogy sokkal jobb, az az Ausztria. Mert abban annyira lehetett érezni, hogy ez már nem ez, de még nem is az. Tehát az Ausztria az egy olyan, mindig mikor átléptünk Hegyeshalomnál, az volt a nagy, mert onnantól kezdve már minden volt. Hazafelé meg mindig látod, voltak azok a vasbeton sorompók, meg minden. És mikor jöttünk hazafelé, hát azért mindig bennünk volt az, hogy most lejár a éppen aktuális, reméljük a következőt is meg. Halljuk, a Benkő Laci mondta, hogy ő már Bécsbe hallja. Ti még nem halljátok? Na nem, mit? Hallgassátok, hallani már. Mi? És akkor mi az Istent hallalat, hogy mit kellene hallani? És akkor ott Nikesdorf előtt mondta, nem halljátok ezt a cíc. És akkor belépünk, és bum, mögöttünk bezárjuk. Tehát minden hazatérésben volt egy ilyen, de tényleg nem mondhatom azt, hogy egyszer is meg akartak volna minket leckésztetni, hogy na majd legközelebb. Hát voltak olyanok, hogy például behívattak a Interkoncertnak az igazgatója, egy nagyon nagy sikerű, nagy euró. Azt hiszem pont a Scorpionszal meg ezekkel jártuk, és aztán mondja, tehát voltak ilyen politikai problémáink, és akkor beivat az igazgató, mondom, másnap, hát financiálisan minden rendben van, már bevittem a szerződést, befizettem a kötelező dolgokat, minden mi a francot akar. És akkor megyek be, és na, gratulálok, hallom, nagyon nagy sikerű koncertük volt Európa szerte. Hol is játszottak utoljára? Na, mondom, az utolsó koncertünk Nyugat-Berlinben volt. De előtte voltunk Svájcban, Hollandiában, Franciaországban, NDK-ban, sok helyen. És honnan érkeztek? Nyugat-Berlinbe. Hú, mondom, milyen kérdése, mit akar ez ebben? Hát mondom, igazgató úr, ha jól emlékszem, Hamburgban volt előző nap, és akkor Hamburgból jöttünk át az NDK keresztül Nyugat-Berlinbe. Hú, itt már sejtettem, hogy valami nem stimmel. És nem volt az NDK-ban, nem álltak meg, ott nem volt közben egy koncertjük. Hát mondom, igazgató, nem, Hamburg után a Nyugat-Berlin volt, és onnan jöttünk haza. Előtte játszottunk az NDK-ban is volt, egy Magdeburg, egy mit tudom én, Dresda, meg akármi, de az a turné elején, a végén így jöttünk Észak-Németországon keresztül, és Nyugat-Berlinből jöttünk haza. Hát akkor sajnos nagy baj van. Mi az Isten lehet a baj? Hát mert itt tegnap járt egy DDR-es, NDK-s politikai küldöttség, és tiltakoznak, hogy az Omega együttes a turné terve alapján elismerte, hogy Nyugat-Berlin Nyugat-Németország része. Mert hogy a Nyugat-Német turnénak a
egyik állomása. És mint kiderült, ezért kérdezte meg, hogy nem volt-e, hál' Istennek, előtte egy DDR, mert akkor ezt ki lehetett volna kerülni. De nem, ez a komplett nyugat-német turnéba volt benne. És akkor, hát jó, akkor sajnos az NDK sávtársaknak most intézkednünk kell. Mik a terveik? Hú, nem is mertem mondani, hogy jaj, most mit mondjak? Hát most, igazgató úr, most a nyári turnénk jön, az Ori turné a Balatonon, meg vidéken, meg minden. És az meddig tart? Hát mondom, az július-augusztus. Na jó, akkor most itt meghoztam a döntést. Önök július és augusztus folyamára minden nemű külföldi koncerttől el vannak tiltva. Na most ennyit a magyar gusba kötésre. A Schlendrian diktatúra. Igen. Óvatatul áteveztünk már itt a nyugat-európai turnékra, nem is baj, mert tényleg, ahogy ezt az előzetesben is jeleztem, nem lesz mindenre időnk, hogy beszélgessünk. Viszont azért az első nyugat-európai megmozdulásotokat semmiképpen nem szeretném, hogy kihagynánk, ez pedig ugye Anglia, 1968. Ugye nem előtte, ha minden igaz, akkor magyar együttes nem járt ott és nem játszott, viszont azért ez is egy külön érdekes sztori, külön érdekes történet, hogy hogyan jutottatok ti oda ki. Hát amit már említettem, bennünk volt az a vágy, hogyha már ezt csináljuk és az egyetemet, akkor már gyakorlatilag valamennyien abszolváltuk, és úgy döntött, aki úgy döntött, hogy folytatjuk, hogy akkor ez tényleg legyen egy nemzetközi karrier. És akkor járt itt 67 vagy 68 nyarán a Spencer Davis Group, és annak a menedzserét lehívtuk a klubunkba. És az úgy nem is gondolta, hogy itthon is azért Magyarországon is van ilyen típusú zene. Hát 67-ben ki az ördög gondolná Angliába, hogy van. És mondta, hogy az egész ügyes, és az egyetemi klub minden. És akkor úgy megpendítette azt, hogy hát lehet, hogy egy kísérletet lehetne tenni, hogy angliai egyetemi városokban ilyen megpróbálni, bemutatkozni. Hát mi ezt rögtön úgy vettük, hogy na most ezt úgy megragadjuk, mint annak a rendje. A Lauxerzsi ráadásul olyan volt, mint egy foxi kutya, az egyszer elkapja a bokárat, azt nem ereszti. És az Ancsával ott ontották, nekik volt telex gépük. Tudod, milyen nagy dolog volt az akkor? Írógép nem nagyon lehetett, de telex. És szépen profin le, és az volt a mázli, hogy a Magyar Rádió az angol szekcióban dolgozott egy nagyon rendes skót ember, Charlie Kutz, akinek a haverja volt ez a Martin, John Martin, a menedzser, és akkor ők is sokat segítettek, hogy ez létrejöjjön, és mint derült ebből a villámcsapás, egyszer csak kiderült, hogy mehetünk Angliába. És ráadásul rögtön úgy, hogy hát jó, nem lehetett, azt mindannyian tudtuk, hogy na most itt nem tártakarókkal várják a világsztárokat, hanem minden nulláról kell kezdeni. De ahol egyáltalán közönség összegyűlt, mert volt olyan hely, ahol többen voltunk mi a színpadon, mint lenne a nézőtéren, de még ott is az volt, hogy mi azt úgy tekintettük, hogy hát ez természetes, de legalább játsszuk végig az anyagot, és próbálunk meg. És aki ott volt, azok viszont a következő turnéra, mikor észrevettük, hogy ugyanaz a Sheffield megint szerepel, mi a fenének, hát ott nem volt senki. Na, ott a második koncerten már marsokan voltak, tehát ősszel. Mert kiderült, hogy ezért valahol ez érdekes, amit mi csinálunk. És a második turné az egy kimondott diadalmenet volt, az egy másfél hónapos, hát 30-valahány koncertünk volt, és tényleg Skóciától Walesig bejártuk az egészet, és akkor már tényleg érződött az, hogy hát az angolok úgy viszonyulnak hozzá, hogy minket nem bántam, a picit nem bántjuk. Hogy miért csinálnak ezek rockzenét, mikor nem itt születtek, azt nem értik, de hát csinálják a maguk is dolgait. És az utolsó koncerten, emlékszem, a Marquee Klubban volt Londonban, és hát ott sok zenész lejött, mert az már óriási volt, hogy mikor az autópályákon szaladtáltunk föl lefelé, Észak-Anglia meg London között, az úton egyszer a Hú együttessel találkoztunk az egyik ilyen megállónál, másról, mit tudom én, másik ismert együttese, és lenne az angliai bulinkra, meg
Hát nem azért, mert ránk voltak kíváncsiak, csak ez egy, a Márki Klub egy ilyen nagyon népszerű zenészklub volt. És akkor ott lejött a Cream együttes, Eric Claptonnal, Ginger Bakerrel, a Kinks együttes, aki nekem nagy kedvenc, a Who együttesből, akivel már találkoztunk korábban. És akkor ott a végén úgy bejöttek az öltözőbe, és emlékszem, a Eric Claptonra voltam nagyon kíváncsi, hogy egy nagyon helyes srác, tehát egy olyan vissza, szóval nagyon olyan volt, mint mi. És akkor úgy mondta, hogy gyerekek, ez érdekes, honnan is jöttetek? Mondtuk, hogy Hungary-ből. Na, a Ginger Baker, aki hát köztük a... Olyan nincs is, mondta. Mire a másik, a harmadikot megszólalt, dehogy nem van, az egy szovjet tagállam. Hát no, most ezen ne kezdjünk itt vitába. Majd aztán mit tudom én, a Kings együttes dobosa rögtön mondta, hogy hát ő még többet tud, mert Bukarest a főváros. Tehát, na mondom, most már mindenki képbe van. De az Eric Claptonban az volt a jó, hogy mondta, hogy azért érdekes, amit csináltok. Hát mondom, ez biztos valami kamu, ilyen, hogy mondják, ilyen, hát ilyen, megsimogatom a buksidat. Mondom, és miért, mi tetszett? Azt mondja, ott a közepet, talán volt egy olyan kórusos szép számotok. Na, mondom, ez még figyelt is. És rájöttem, hogy melyik nóta volt a egy nehéz év után. És ő is kiemelte, hogy ilyen dolgokat kell csinálni, mert ez egész más, mint amit mi csinálunk. Hát azt én is tudtam, hogy ez nem hasonlítható a Creamhez, vagy a Who-hoz. De egyébként nagyon nagy tanuló dolog volt ez a első, tehát hogy pont az oroszlán barlangba kerültünk be, és ráadásul egy elég komoly turnéba, mert ott megtanultuk azt, hogy amit itthon csinálunk, hát azt kezdhetjük előről. Tehát a nemzetközi szinthez nézve. És onnantól kezdve álltunk át arra, hogy a nagy nemzetközi fesztiválok, kinti koncertek, még ha ráfizetéses, akkor is az Interkoncert ebben aránylag elég partner volt, tehát megértette, hogy finanszírozni ugyan nem tudják, de elfogadják a limiteket, ami nekik kell. Tehát mi nem voltunk egyetlen egy dologról se eltiltva, vagy belebeszélve. És a tokiói első Yamaha fesztiváli nagy díj, meg minden a Gyöngyhajú lányjal, az meg gyakorlatilag helyre is tette az egészet. Tehát onnan az Omega, és a 70-es évektől mi már nem magyar zenekarnak számítottunk, hát itthon persze, de Nyugat-Európában úgy például, amikor az említett, mit tudom, Portugáliába vagy Spanyolországba először eljutottunk, hát ott nagyon nézegettek bennünket, hogy most hova rakjanak. Azt látták, hogy nem vagyunk angolok, mert hallják, hogy nem angolul beszélünk. De meg se fordult, ott egy ideig gyanakodtak, hogy talán hollandok lehetünk, akkor, de nem eléggé krákogunk, tehát az nem stimmel, akkor biztos védek. Hát a Benkő Laci meg én az eddigérő szőkehajunkkal, nem tipikusan. És akkor, amikor mondtuk, hogy Hungary, akkor olyan, ott nem volt ez a, olyan nincs is, hanem mondták, jó, hát akkor, és akkor volt is annyi, hogy és hogy kerültök ide. Tehát ott már volt. De végül is később arra rájöttünk, hogy az Angliát hagyjuk a fenébe. Mert az oroszlán barlangban Led Zeppelinek, Deep Purple-ek, Beatles-ek, Rolling Stones-ok, Hook, meg ilyen, mit keresünk ott mi? Tehát semmi hely nincs ott számunkra, és az egy olyan angol szász világ, amiben nem születtünk bele. Hát jöjjön ide egy skót cigány zenekar, és próbáljon karriert befutni. Hát majd megtanulja, hogy milyen salszai vannak. Úgyhogy viszont arra rájöttünk, hogy a Nyugat-Európa az más. Tehát ott minket, még Franciaországban mindenhol nagyon nagy szeretettel fogadtak, na hál' Istennek mégsem britek. Tehát tudod, az a francia-angol barátság. A németeknél eleve volt mindig egy nagy szimpátia, és ami a csodálatos volt, hát én állítom, hogy szokták kérdezni, hogy hol voltunk mi a legnépszerűbbek. Hát Svájcban. Hát Svájcban voltak az első Omega klubok, és pici ország, de amikor jött a svájci turné, kicsi ország létére a 6-8 koncertünk volt. Tehát Bern, Bázel, Montreux,
mit tudom, Lugano, Locarno, tele voltunk, tehát az egy hetet biztos elvitt. És ott volt az ország méretéhez képest, mert Németországban 250 ezer, vagy lehet, hogy 500 000 volt a aranylemez, azt nagyon-nagyon nehezen értük el, Svájcban egy hét alatt megvolt az ottani. Pedig az is magas volt ilyen, azt hiszem 80 ezer volt. Úgyhogy a Nyugat-Európa az nagyon szépen összeállt. Tehát ott kiderült, hogy egyetlen egy módon tudunk tovább lépni, és ezt a Scorpions, a testvérzenekaron láttuk, hogyha nem Budapestre kell hazamennünk, hanem Hannoverbe. Tehát onnan másnap tudunk menni egy tévéfelvételre, mit tudom én, Stockholmba, vagy Londonba, vagy akárhova. Nekünk meg azért végig kellett várni a útlevél, a vízumokat, mit tudom én mit. De ez, és ezért nagyon büszke vagyok a csapatra, fel sem merült ez a verzió. Mindannyian tudtuk, hogy ez az egyetlen tovább lépés, de ezt egyik se. Soha senkiben nem fogalmazódott meg. A kis ördög nem került közétel. Állítják közülünk, hogy volt ilyen beszavazás. Amire én nem emlékszem, vagy akkor nem voltam ott. Biztos, hogy nem elszavaztam volna, de később, akit megkérdeztem, senki nem emlékezett, hogy ez hol volt. Én arra emlékszem, hogy egyszer nagyon mérgesek voltunk, és ezt a Laci többször el is meséli, hogy valami Franciaországból haza kellett jönni, mert kezdődött a nyári ori turné. Ami teljesen normális, hát arra is szerződésünk volt. És akkor volt egy olyan, hogy helyette mehetnénk Párizsba a gyöngyhajulányt franciául felvenni. Most nyilvánvaló, hogy ez egy nehéz döntés, de hát az emberben benne volt az, hogy hát ha ez csak most egy egyedi, akkor úgy sincs mind gondolkozni, ha meg komoly a dolog, úgy is lesz erre alkalom. Most először is nekünk otthon van dolgunk, Makón, mert erre is emlékszem, ott kezdődik a nyári ori turné, irány Párizs, Makó. És nem is volt ebből semmi baj. Jó, egy kicsit vál, mert a menedzserek kint mindig megszokták azt, hogy velünk azért nem úgy lehet számolni, mint egy nyugati együttessel. Tehát nekünk tényleg kell vízum minden országba, kiutazási engedély, munkavállalási, minden. De ezt rájöttek, hogy ez csak egy pici idő. Tehát ha időben elkezdünk mindent, akkor ennek nem lesz semmi negatív. És ez körülbelül 1973-tól teljesen be is állt, és onnantól kezdve tényleg azt mondom, hogy valóban megvolt még az az utolsó lépésre levő lehetőség, hogy föllépni az abszolút, de ahhoz ott kellett volna maradni. És mi meg úgy döntöttünk, hogy nekünk ennyi. Szóval azt nem éri meg, hogy a szülőföldet ott hagyni. Mert vissza nem jöttünk volna, az egyértelmű. Tehát akkor a diszidálás az azt hiszem a gyilkosság után a második. Egytől öt évig terjedő szabadságvesztés. Hát és azért arról nem, a vagyonelkozás, a rokonság, barátok, szóval nem, ez szóba se jött. Hát neki nagyon szép végszó is lehetett ez, mert ugye nagyon gyorsan elrepült az idő, és már túl is léptük a foci meccsnyi időt, amit én előre berangoztam. Hát nyilván a feléről sem beszélgettünk, amit egyébként úgy... De valamiről még úgy is fogunk beszélni, mert én soha nem azért el kell, hogy mit kérdez a kérdező, mit akarok válaszolni. Nem is tudom, miért vagyok itt. Én sem. De nem, pont azért, amiért itt vagy. Igen. Mert ugyanakkor a 60. évben, most már 5 éve fenyegetünk mindenkit ebben, hogy készül egy új omega anyag. Nem gondoltuk volna, hogy ez egy ilyen nagy dolog, hogy ilyen problematikus dolog. Egyrészt, mert eldöntöttük, hogy ennek az lesz a címe, hogy testamentum. Ez főleg az oratóriumi, templomi koncertek hatása, meg egyéb. Meg valahogy úgy éreztük, hogy az egy sok jelentőségű fogalom, valami sokat lehet, és na, csak kiderült, hogy annak meg is kell tudni felelni. Szövegében is, meg zenéjében is. Na most a zene volt a kisebbi gond, mert ott egyértelmű, hogy vissza nem megyünk az időbe, tehát nem visszafelé, hát olyat már nem tudunk írni, amit 20 évesen csináltunk, az már nincs bennünk, az már hazugság, az már önismétlés, meg minden lenne. Tudjuk, hogy a közönség nagy része azzal azonosítja ma is az omegát, ezért nagyon nehéz helyzetben vagyunk, de én úgy érzem, az omega közönség mindig sokkal értelmesebb volt ennél, hogy ezt ne fogja fel, hogy most nem arról szól, hogy most
akarunk egy hajénszél lehetnéket írni. Hát azt 20 évesen nagyon boldogan énekeltük el, vagy énekeltem el, de ma már hogy áll az nekem? Meg nem is jutna eszembe. És a mai világot kezdtük, zenei világot föltérképezni, és hát úgy kiterült, hogy hát a rockzene már úgy körbejárt. Tehát amit nem csináltak meg eddig, hát az már nincs olyan. De azért nem lehet azt mondani, hogy ma nincs jó magas színvonalú rockzene. De amit, és ezt főleg a Trunkos Andrissal kezdtük körülbelül 2-3 évvel ezelőtt úgy kiemelni, hogy Isten igazában neki a mondása az, hogy hát a közönség nagy része a szemével hal. És ez igaz, mert ami ma nagyon nagy hatású zene, az majdnem mint film zene. Mert a film egy iszonyú, a képi megjelenítés borzasztó sokat jelent, és ebben óriásuk vannak ma. Tehát a Hans Zimmer, vagy a Thomas Bergerson, csodálatosak a filmzenék. Na de hát mi ennek ellenére Omegát filmzenére nem írhatunk, mert hát azért attól még, azért mégis rockzenébb vagyunk. És akkor kezdtük figyelni a aktuális, még mindig érdekes rockzenekarokat, és hát nincs mese, hát az a aktuális és az a jó, ami ma is stadionokat tölt meg olyan. Hát a Stones-ra nem hivatkozhatunk, mert ők a folyamatos önismétlők, de nekik az nagyon jól áll, mert azt rajtuk a világon senki nem csinálja jobban. De mi már legalább hatféle stílust játszottunk a pályafutásunk során. Hát most a mikorunkban mi illik hozzánk? És úgy kezdtem nézegetni, és nagyon sok kedvenc bandám lett, nagyon szeretem a finn Nightwish zenekart, mert az a... és eljutottunk oda, hogy ma, ha rockzene, amitől még a Rolling Stones is meghátrál egy amerikai turnéján, hát az a Rammstein. Na most az egy óriási találmány, és főleg az, hogy kelet-német srácok, tehát németül énekelnek, Párizsban, Moszkvában üvölt a 100 000 ember németül, hogy Links, Tvó, Drájfi, de iszonyatos, iszonyú, hogy mondjam, szellemes a szöveg, eljátszák azt, amit egy kelet-német nyugodtan eljátszhat, mert ha valaki diktatúráról mer szellemesen is nagyon jó, és nagyon pofon egyszerű, megint az Andrást idézném, mi nekünk mégse tud minta lenni, mert ahogy ő szokta mondani, egyszerű, mint a barlangrajz. Tehát azt a fajta zenét mi a mi oldalunkról nem tudjuk. Tehát azért Liszt Ferencről átállni a barlangrajzra az nem egyszerű. Viszont a kettőt ötvözni. És akkor szép lassan kiderült az, hogy van azért ilyen zene, és annak a mai napig nagyon nagy a hatása, de ez már csak a szuper progresszív rockzenében van, és hát eljutottam a 2000-es években, nagy kedvencem volt, csak akkor nem voltunk annyira aktívak, mert a 90-es, a Dream Theater nevű csapathoz, akik miatt taxiba ültem a nyáron, mert a székesfehérvári Fezenen ott voltak, de aznap tudtam meg, és megnéztem, hogy egyáltalán egy magyar közönség hogy vesz egy ilyen, hát meglehetősen progresszív, de szuper jó rockzenét. Tehát aminek ma még van értelme. És akkor ez lett a minta, és hát szépen lassan kialakult az új Omega Testamentum lemeznek a koncepciója. Én azt hiszem, én ezt nem merem már megítélni, mert ha az ember 5 éve foglalkozik valamivel, és már több átalakuláson ment át ez az anyag, én már csak abba bízom, hogy a szövegileg is teljesen 100%-ig fölhozzuk, és tényleg most már Süli Peti meg az András összesen egy vagy két szám van, ami még nem 100%-os, de most már mindenre megvan a megoldás. Tehát gyakorlatilag mi április 1-jére, nem tudom miért, akkor ez is azt hiszem az ő ötlete volt, hogy tartsuk a közönség előtti lemezbemutatót, a sajtó előtt is. Németországból is ide repülnek a kinti lemezcégtől, meg a menedzsmenttől. Hát ha még meg lehet azt majd tartani április 1-jén. Mert ez kezd egy kicsit arra hasonlítani, amikor a Kossuth díjunk volt. Már mindenkinek volt Kossuth díja ebbe az országban, már tényleg olyanoknak is, akik... És mi meg valahogy úgy éreztük, hogy hát nekünk valószínű járni jár, de nem jut. Kész.
Isten igazából nem is, azt se értettük, hogy viszont a lisztdíjat, ami nekem nagyon liszt, hát az persze, azt viszont mi kaptuk meg elsőnek még a átkosban. Nem is értettük, hogy miért kaptuk, de örültünk neki nagyon, hát az végül is egy abszolút, hogy mondják, művészeti díj. Na most a Kossuth díj meg nem akart összejárni, és amikor az már, hogy Illés Metró, LGT, már mindenki Rózsi, stb. Mindenki túl volt, Ákos, sőt, már nem is tudom, már maiak is. És akkor mi már úgy elkönyveltük, hogy nekünk nem jut. És akkor úgy valahogy nekem gyanús volt az, hogy nem lehet az, hogy hát ezek a, akkor már azt hiszem a Fidesz kormány volt, hát mondom, ezek fiatal gyerekek, hát ezek szerintem azt hiszik, hogy nekünk már rég van. És akkor ugye az ismerősök, hát a politikában is azért vannak ismerősök, nem azt mondom, hogy haverok, de ismerős. És ugye elkezdtük, és akkor Mandur Laci, tehát a MSZP volt még, és kérdezem, te Mandur Laci, hogy a francban van az, hogy nekünk? Azt mondja, figyelj ide, ez nem úgy van, a Kossuth díjat azt nem kapják, azt adják. Ti nem tartoztok sehova, nektek senki nem fogja adni. És akkor később kiderült, hogy ebben van valami. Tehát, mert úgy visszakövetkeztettük, hogy ki és miért és mikor kapott, nem. Na aztán jött a váltás, megint az, de már ugye nem tartunk sehol, tehát senkitől nem várjuk. És már nem emlékszem kint keresztül, de azt hiszem a Schmidt Pali, amikor kiderült, hogy ő az államelnök, vagy nem tudom, mi volt ő egy pár hétig, az nekem nagyon tetszett. Schmidt Pali az államelnök, akkor értem. Itt minden, egy nagyon jó sportdiplomata és egy kiváló sportoló, és annak idején mi a 82-es, akkor ő a sportcsarnok igazgatója volt, együtt csináltuk. És szerintem valahogy ő juttatta el azokba a körökbe, hogy te figyeljetek ide, az Omegának még nincs. És szerintem ez úgy eljutott a Viktorhoz, nincs, hát akkor adunk nekik. Na most mikor adott nekünk? 2013. március 15-én. Reggel kelek föl, nézek ki az ablakon, fél méteres hó. És a tévé mondja, hogy Budapestet meg se lehet közelíteni, mi Török Bálinton lakunk, és hogy áll az egész autópálya, nem lehet bemenni. Mondom, ez stílusos, ez megint Omegás. Megkaptunk, de nem tudjuk átvenni. Na de azért rajtunk nem lehetett kifogni, mert helyismerettel rendelkező azért tudtuk, hogy hogy lehet nagy nehezen bekeveredni, és benne a városban már nem volt gond, csak nekem volt gond bejutni a városban. De ott, hát a hó miatt minden szabadtéri, akkor is el volt, csak akkor ezért. Viszont rengeteg lengyel, meg külföldiek direkt ezért jöttek ide, hogy március 15. Ezt eljöttek oda a parlamentre, és amikor megláttak minket, teljesen megörült. Mégis volt értelme eljönnünk itt az Omega. És akkor mégiscsak bejutottunk a parlamentbe, és akkor mégiscsak megkaptuk a Kossuth díjat. Na most egy kicsit. Kicsit ilyen az Omega történet, hát gondolom a 94-es első népstadiont se kell sokaknak magyarázni azzal a viharral, ami volt. De mi így szeretjük. Na most teljesen természetes, hogy április 1-én a lemezbemutató elmarad, mert nem lehet tömegrendezvényt tartani. 90, addigra már az is lejje fog menni. Hát még mennyi van, még két hét van. Az valószínű kuka. Szóval ott 500 fő, az nem fog menni. A Kiskun... Hát igen, de a szabadtéri, az első szabadtéri az április 26-án a Komáromi erőd, az meg legalább 5000-es. Hát nem tudom. Én nem merem ezt semmilyen szinten, mert én életemben voltam influenzás. Tehát én rám, mint öregre se veszélyes. Egyéb bajom meg nincs, ami miatt legyengítene, hál' Istennek. Na most ezt se csinál. Bár ott jó, pár emberre van. Ők próbálnak holnap, holnap után, csütörtök, péntek, szombat, vasárnap, múlt héten is. Tehát tisztességesen gyakorolják az anyagot. De hogy ebből főpróba lesz-e Kiskunhalason, ezt most nem merném. Mondanám, pedig már eleve úgy volt, hogy kettő lesz. Mert a katasztrófa fél, de nem enged be oda se,
csak azt hiszem 600 főt, úgyhogy úgy döntöttünk, hogy akkor lehet, hogy kettő lesz. De a legnagyobb valószínűség, hogy egy se. Ha átcsaptunk itt a spontán kérdezésbe, én is pont ezt akartam javasolni, hogyha bárkinek bármilyen kérdése van, akkor ez most tegye fel, vagy hallgasson örökre, hogy szokták mondani. És úgy tegye fel a kérdés, úgy is azt mondom, amit én akarom mondani. Igen. Nem, egyébként arra majd nagyon kíváncsi vagyok arra a visszajelzésre, de hát azt nyilván a lemet, hogy beleszabadott, szóval 60 év múltal baromi nehéz egy új anyagot csinálni. Mert nem tudom, hogy mennyi lesz az, aki azt várja, hogy azt csinál. Mert az olyan természetes, hogy minden omegásnak, és nem is tudom hány generáció van már, tehát aki a 60-as években volt omegás, vagy a 70-es, vagy 80-as, 90-es, hát neki az az omega, ami akkor volt, és akkor volt fontos. Na most mi időutazást nem tudunk elintézni, tehát mi már nem tudunk olyanok lenni. Tehát amikor minket avval vádolnak, hogy ebben is azt szoktam mondani, a jelenlegi csapat azért jó, mert mint egy futballcsapat körülnéztünk a, hogy mondják ezt, a piacon, és játékos vásárlás, hogy minden poszton legyen olyanunk, hát egy lengyelt, vagy egy, mit tudom én, egy belgát nem érdekel az, hogy most néhány szánalmas öregembert lát, és akkor az rendben van, vagy egy baromi jó formában levő ütős csapatot. Na most az omega a jelen felállásban, én azt mondom, hogy nem nagyon tudok mondani a világon zenekart, aki mellett, mögött, előtt a legkisebb gonddal is ne tudnánk. És ez most egyre többször előfordul Nyugat-Európában velünk. Hát most is a Nazaret meg volt hatódva, hogy előttünk játszhatott az arénában, egyébként nagyon jók voltak. De ők azt csinálják, hogy az egyetlen a Pete, a basszusgitáros alapított egy zenekart, ugyanígy három fiatal zenésszel, de ők az ortodox eredeti régi Nazaretet játsszák. És ez így nagyon rendben is van. De mi ezt nem. Mi mindig meg akartunk újulni, és mindig akarunk. Az egy óriási dolog, hogy még mindig azért a csapatban egy ilyen sok generációs csapat van, még mindig szegény Benkő Laci azért fölmászik valahogy a színpadra. Vagy sír, vagy nem sír, de ott van. A Molnár Gyuri is már elfogadja, hogy a Szekeres Tomi, hát azért végül is egy 20 év van ő közöttük is, ő viszi a, de nagyon szépen együtt dolgoznak. A többiek meg gyakorlatilag a fiatalságot tették bele. Hát sok baj volt elfogadtatni a Katikát, mert arra baromi sokan nem emlékeztek, tehát az omegában, ha volt is nő, az csak énekelt, de nem basszus gitározott. Na de aztán az elmúlt 10 év azért őt is bele hozta a csapatba. Ma már nagyon sok hely van, ahol külföldön vagyunk, és ahol az első kérdés, hogy de ugye itt van a Suzy Quattro is, mert már egy nagyon aranyos jelenség, állati jól bejátszotta magába a csapatba, és a színpadképhez oda. A Mihály Tomival meg úgy vagyunk, hogy ez az ő öregedett meg közöttünk a leg, hát hogy mondjam, ilyen civilesebben. És egy olyan könyvet megírni, ami arról szól, hogy mi miért nem volt jó az omegába, hát én azt mondom, hogy az minden, de nem elegáns. Hát mert most van egy olyan könyv, ami megírja. Na de az jó. Nem ilyenről fog szólni. Az tényleg az egy testamentum, az egy biblia lesz, ami nem is csak rólunk szól, hanem erről az elmúlt 60 évről. Tehát, hogy ez tulajdonképpen mi volt, azért választottunk téged is, mert történész, hát ha ő másképp látta. De tényleg legyen egy ilyen olvasata, hogy ha ez már testamentum, akkor ez szóljon egy korról. Azt nem nagyon hiszem, hogy ehhez különösebb hátszelet valahonnan is fogunk kapni, meg nagyon egy drága produkció lesz. Csak abba tudunk bízni, hogy a kinti dolgaink erősítik, mert azt, ahogy a 50 éves Júli Lemon, és hát aki ott volt, emlékszik rá, hogy hát tudod, minden koncertet valahonnan szponzorálnak, másképp nem működik. Kivéve az omega, mert az mindig kigazdálkodja. És akkor ott volt az a jellegzetes dolog, hogy eljutottunk a koncert vége felé, ahol a többiek mindig megszokták köszönni a támogatott nevét. És akkor nekem nagyon egyszerű dolgom volt, mert én is kimentem. Megköszönöm most a támogatóinknak ezt a koncertet, mind a 15 ezreteknek, akik itt vagytok. És ez sajnos a jövőben is valószínű csak így lesz. Hát adja Isten, hogy ez minél jobban sikerüljön, és egy újabb fejezetet jelentse az omega történetében. Nagyon szépen köszönjük, hogy eljöttél.